Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Mai gazdasági magazinunkban arról hallhatnak, hogy milliárdokkal marasztalnák a fiatalokat. Szeptembertől könnyebben ki tudjuk választani a magyar árut a boltokban, valamint közeledik a fűtésszezon, változik a kazánok felülvizsgálati ideje. Mindezek előtt azonban arról, hogy a Magyar Paprika Napja címmel tartott kétnapos kertészeti konferenciát és szakmai bemutatót Szentesen, a Megyeházán, a Fruit Web, a T-Sales Nonprofit Kft. És a Délalföldi Kertészek Szövetkezete. A termelők többek között arról kaphattak tájékoztatást Györfi Balázs elnöktől, hogy milyen lehetőségeket kínál a kertészet számára az újjáalakult Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A Magyar Paprika Napja rendezvényén vagyunk Szentesen itt a Megyeházán, és az elkövetkezendő időszak uniós és magyar támogatása is kiemelten kezelik majd a mezőgazdaságban élőket. A nemrég megalakult Nemzeti Agrárgazdasági Kamara milyen segítő eszközökkel tudja majd biztosítani ennek lehetőségét az elkövetkezendő időszakban, és melyek azok a lehetőségek, amelyeket megpróbálnak majd megteremteni? A szakma elég egyértelmű állásfoglalást tett a tekintetben, hogy mik azok a fejlesztési irányok, amik optimálisnak nevezhetőek. Mi ebben a munkában szeretnénk részt venni, ami a megvalósítást illeti. Ugye a kamara kötött a magyar kormánnyal egy együttműködési megállapodást, aminek az egyik sarkalatos pontja az, hogy a 14-20-as uniós források allokációjában a tervezési időszakban részt vehetünk, és itt szakmai segítséget tudunk nyújtani a kormányzatnak abban, hogy jó döntéseket tudjon hozni, amikor ezeknek a forrásoknak a felhasználásáról kell majd dönteni. Ebben a tervezési időszakban szeretnénk segíteni, hogy azok a célok, amelyeket a Fruit Web is kitűzött magáé, és amelyet a kamara is magáénak val, érvényesüljenek és megvalósuljanak. Nagyon fontos, hogy egy ilyen magas élőmunkaigénnyel bíró ágazatot, mint a kertészet, ami egyébként nagyon nagy értéket is állít elő, külön kezeljünk, és megfelelő szinten tudjunk fejleszteni. Komoly forrásigénye van ennek, 200 milliárd forint fejlesztési forrást, pályázati pénzt szeretnénk az ágazatba behozni a következő tervezési időszakban. Ugye nyilván erről még döntés nincs, és a legfontosabb segítség, amit most pillanatnyilag a kamara tud nyújtani, hogy ezen célok eléréséhez és a fejlesztési források megszerzéséhez próbálunk segítséget nyújtani. Ugye itt vagyunk a Magyar Paprika Napján, 160-170 ezer tonnát értékesítenek ebből a zöldségből, és növekvő tendenciát mutat. A cél az, hogy 250-270 ezer tonnát tudjanak értékesíteni. Hogyan valósulhat ez meg az elkövetkezendő időszakban? Egy sajnos azt láthattuk az elmúlt időszakban, hogy a terület az folyamatosan csökken, amit részben egészben a technológiai fejlesztések tudnak ellensúlyozni. Úgyhogy itt két oldalról lehet a kitűzött célokat megvalósítani. Egyrészt a megkezdett technikai fejlesztéseket folytatni kell, hisz nyilvánvalóan ez egyrészt a versenyképességnek is az áloga. Másik oldalról pedig nagyon fontos, hogy a termőterületeket próbáljuk visszavinni a korábbi volumenre. Ez önmagában már egy jelentős növekedést fog generálni. A kamarai tagság milyen előnyökhöz juttatja a tagokat? Gondolok itt egyébként arra, hogy megjelent most már a többfunkciós kamarai kártya is? Így van, ez lesz az egyik legfontosabb szolgáltatása a kamarának, ami nem ágazatspecifikus, hanem mindenki számára elérhető szolgáltatásokat fog nyújtani. Ez a kártya, ez azon felül, hogy nyilván a tagsági viszonyt is igazolja majd, nagyon sok szolgáltatást fog tartalmazni, ezek közül kiemelném a banki, telekommunikációs, de akár az input anyagok beszerzésének az anyagi értelemben vett előnyeit is, és természetesen ennek a kártyának a felhasználását minél szélesebb körben és minél több értékesítő bevonásával szeretnénk bővíteni. Ez az a célunk, hogy a kamarai tagság a befizetett tagnénál nagyobb értékű szolgáltatásokat kapjon, és apró pénzre tudja váltani azokat a segítségeket, amiket azokat a szolgáltatásokat, amiket mi nyújtunk nekik. Több kedvezményt szeretne az agrárium szereplői számára a használatarányos útdíjjal kapcsolatban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Milyen lehetőségek vannak erre? Igyekszünk ezt napirenden tartani. Nyilván ez egy több oldalról megközelítendő kérdés, hisz ez az e-útdíj, ez azon felül egy költségnövekedés a termelőknek és a kereskedőknek, ez teljesen nyilvánvaló. Ugyanakkor ennek van egy nagyon komoly gazdaságfehérítő hatása is, hisz egy elég jó nyomon követése lesz a termékeknek. És azért ne felejtsük el, ha most már itt a zöldséggyümölcs ágazatról beszélünk, akkor a zöldséggyümölcs ágazat az egyik legnagyobb kárvallottja a fekete kereskedelemnek és az úgynevezett áfázásnak.
egyes becslések szerint 30-50% a megtermelt áruallapnak az a fekete piacon mozog. Ez egy óriási volumen, és ebben ez lehet, hogy egy előrelépés generál. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy egyes ágazatokra, mondjuk itt most egy más területről hoznék példát, a tejágazat számára, pedig ez egy nagyon komoly tehertétel és nehezen kigazdálkodható, ezért szeretnénk ezt folyamatosan napirenden tartani, és kormányzattal egyeztetve kívánjuk a most hatályban lévő rendeletet aként módosítatni, hogy ez egy jóval méltányosabb tehertétel legyen a mezőgazdasági termelők számára. Néhány héttel ezelőtt paprikát népszerűsítő kampány indult a fogyasztás növelése érdekében. Ugye Szentes az egyik fellegvára a paprika termesztésnek. Akkor ez a rendezvény is tulajdonképpen egy ilyen mozzanat lehet? Minden olyan rendezvény, minden olyan eseményben felhívjuk a magyar fogyasztók figyelmét arra, hogy a magyar mezőgazdasági termékek azok nagy többségében a prémium kategóriát képviselik. Ez fontos. Fontos, mert a belső piac nélkül semmilyen ágazat nem tud versenyképes lenni, hiszen amennyiben van egy kiszámítható belső piac, és van egy megfelelő termelő képesség mögötte, akkor tudunk csak exportban gondolkodni, hiszen az export, kizárólagosan az export a termelés, az egy nagyon komoly kockázat és kiszámíthatatlanságot jelent. A belső piacainkat amennyiben meg tudjuk tartani, vagy még többet mondok, vissza tudjuk szerezni, hiszen egy nagyon komoly szegmest azért elvesztettünk, akkor az a termelők részére egy jobb lehetőséget, az ország számára egy gazdasági felendülést, a fogyasztók számára meg egy megfelelő termék skálát és egy megbízható és egészséges élelmiszertömeget fog jelenteni. A kertészeti ágazat 200 milliárd forintos fejlesztésre tart igényt a következő uniós fejlesztési időszakban. A Fruit Web Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet által kidolgozott tervezet, mely már a Parlament Kertészeti Albizottsága előtt van, egybeesik a kormányzat céljával. Tudtuk meg a programok mellett Ledó Ferenctől, a Délaföldi Kertészek Szövetkezetének elnökétől. Második ízben rendezik meg Szentesen itt a Megyeházan a Magyar Paprika napját. Talán kapcsolódhat is ez a rendezvény a paprikát népszerűsítő kampányok egyikéhez, ezt hallhattuk az előbbi percekben. Az idei évben milyen témákat emeltek ki, főként amelyek érdekelhetnek termelőket, gazdálkodókat, különböző cégeket? Hát ebben az évben gyakorlatilag két napra terveztük, külön választottuk az elméleti és a gyakorlati részt. Az elméleti is megbontottuk még továbbra, a délelőtti előadások, amik jelenleg is folynak, ott gyakorlatilag szakmapolitikai kérdésekről vannak, egy kicsit ilyen tudományos, viszont délután a szekcióüléseken már két nagyon fontos témával foglalkozunk, kimondottan termelőket érinti, az a talaj nélkül termesztés, hogy abban milyen eredményeket értünk el, itt elsősorban délkertésznél kísérleti termesztések vannak beállítva, és azoknak az eredményét szeretnénk bemutatni egyrészt a saját tagjainknak, de akik eljöttek azoknak is. Másik pedig ugye mindig egy örökzöld téma, az integrált biológiai növényvédelem, tehát ezt nem mindig hangsúlyozzuk, hogy lassan annélkül, aki nem itt termel, nem fogjuk tudni eladni az árut, mert annyira nagy a kockázata a kémiai növényvédőszer használatának, hogy annyira leszökültek a szermaradékok, hogy egyszerűen nem lehet megvédeni a növényt a hagyományos kémiai módszerekkel. A két napba gyakorlati bemutató is fért most. A holnapi napon több nagyobb vállalkozásba is ellátogathatnak az érdeklődők. Pontosan merre? Két termelőnkhöz, Janó Imre termelőhöz és Sarusi Kis László termelőhöz megyünk ki. Janó Imre termelőnél kápia paprikát látunk különböző közegeken, tehát itt talajnélkül termesztésnél kókusz, nyárfapríték,
és ezeknek minden variációja az öntözés szempontjából, hány éves a paplan, tehát ilyenek lesznek összehasonlítva, és ezek konkrét számokkal is lehet támasztani, hisz június óta szedik, és lehet látni az eredményeket, hogy mit hozott, milyen minőséget produkált, mennyi volt a víz műtrágya felhasználása, ami egy nagyon lényeges kérdés, hogy a költség szempontjából. Sarosi Kislászlónál ugyanezt látjuk, ott annyi még újdonság, hogy Laci barátom az elmúlt év őszén télén több mint egy hektárt fejlesztett, és egy speciális, mondhatnám, hogy szentesi fólia típust alakított ki, ott a termesztő berendezést szeretnék bemutatni. Ez úgy történt, hogy a jelenleg Magyarországon elterjedt berendezéseket a szakemberekkel végigjárták, és elsősorban termesztés oldaláról vizsgálták, és ebből lett egy kompromisszum, tehát úgy gondoljuk, hogy per pillanat ebbe a árkategóriába, ebbe a termesztő berendezésbe ez a legjobb, tehát nem árulunk titkot, tehát ha valaki időzőjében le akarja koppítani, akkor ezt meg tudja nézni, természetesen ott is a növényt meg tudja nézni. A szegvári Premier Profitot pedig azért választottuk, ott az előadásokból is elhangzott, hogy kell bővíteni a fajta típusoknak a termesztését, és ott elsősorban a kalifornia paprika termesztés technológiájára és annak a jövedelmezőségére fektetnék nagy hangsúlyt, hisz most már harmadik éve megy a termesztés, azt se lehet mondani, hogy kísérleti jelleggel, tehát az elmúlt évben azért olyan tapasztalatok alakultak, hogy milyen fajtákat, mikor kell ültetni, mikor gazdaságos, mire kell odafigyelni, erről most annyi tapasztalat van, hogy egyrészt saját tagjainknak és a többieknek is ezt át tudjuk adni. A kamara részéről elhangzott, hogy az elkövetkezendő fejlesztési időszakban, az uniós fejlesztési időszakban több lehetősége is lesz a kertészeteknek. Mit lehet ebből elmondani? Mi az, amiben ez a térség kiemelkedhet? Hát ugye még végleges döntés nincs. A Fruitweb még valamikor tavasszal leadta a kormányzat felé, valamint kertészeti albizottság felé az anyagot. Ezt rendkívül jónak találták, és azt kell mondani, hogy a zöldség-gyümölcs ágazat területén a Fruitweb anyagára támaszkodnak a kormányzat tárgyalja. Tehát egy biztos, hogy a kormányzat céljával összeesik a mi igényünk, hogy a kertészet akárhogy gépesítik, ez bizonyos területeken mindig a legnagyobb kézimunkát igénylő ágazat fog maradni, és vidéken ez a legfontosabb, hogy minél több munkahelyet lehessen teremteni. Az igaz, hogy egy kertészet, ha nem is egész évben, de az 8-9 hónapban azért folyamatosan tud a munkát adni. Hajtatásról beszélünk, és hozzá kapcsoljuk a termálvizet, ami ugye megnyújtja ezt a szezont, akkor ez 10-11 hónapot lehet éves szinten, az már majdnem egy teljes szezon. Tehát ez mindenképpen munkahelyteremtés szempontjából nagyon fontos. De utalnék itt a Fodor Zoli előadására, amikor a paprika gazdaságosság jövedelmezését és piaci viszonyait elemezte, hogy ahhoz, hogy ez a fejlesztés meg tudjon valósulni, nem kevés pénzről beszélünk a kertészet területén, ugye a 7 év alatt durván 200 milliárd forint támogatás, ha veszünk 40-50%-os támogatást, ez a közel 500 milliárd forintos beruházást tervezünk, és ennek mondjuk közel kétharmada zöldségtermesztés, bő egyharmada a gyümölcstermesztésre, az akkor is nagyon nagy pénz, és ebből mi úgy gondoljuk, hogy egy olyan 800 ezer hektár körüli üvegházfólia tud épülni, ez egy nagyon nagy szám. Tehát ha most azt veszük, hogy Magyarországon olyan 3000 hektár körüli hajtató felett van, ez gyakorlatilag egyharmaddal szeretnék megnövelni a 7 év alatt. Itt teljes átvilágítást kell tenni a jövedelmezőség, a piaci viszonyok, a feldolgozás területén, tehát vissza kell hozni azokat a lehetőségeket, hogy sokkal nagyobb feldolgozó kapacitással kell rendelkezni az országnak. Rendbe kell tenni az adórendszert, ami a kistermelésnek az egyik nagy problémája, mert ha nem komplexen kezeljük, akkor itt a nagyon nagy problémák lesznek. Györfi úr is erre utalt, hogy ezt a kamarával közösen ezeknek az előkészítése megindult, és hogyha ez meg tud valósulni, akkor van arra remény, hogy ezeket a számokat, amit kitűztünk magunk elé, azt meg tudjuk valósítani. Watch me fighting in the hallway, but make no sound. So I'm standing all alone.
A fejlesztéssel együtt 100 000 új munkahely is létrejöhet. A korszerű technológiák alkalmazása azonban csak szaktudással lehetséges. Emellett termék és régió célirányos fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint 2020-ra 1000 hektárral 3700 hektárra kellene növelni a technológiai felületet. Hogy a szentesi térséget érintheti-e a fejlesztés, már dr. Csikai Miklóstól, az Árpád Agrár ZRT elnökétől érdeklődtünk. Legfőképpen az mozgatja most szerintem a gazdálkodókat, a vállalatok vezetőit, hogy az elkövetkezendő időszak támogatásaiból vajon mi az, amit tudnak majd hasznosítani, mennyi pénz jut egy-egy ágazatra. Mit hallott itt Csikai úr, esetleg ebben milyen pozitívumot hallott ki? Hát, hogy mit hallottam, és mit olvastam, és mi lesz belőle, úgy gondolom a kettő közé azért egyenlőségjelet nem szabad tenni, legalábbis az én elmúlt 40-50 éves praxisomban a szó és a valóság közötti differenciát tanultam egy volt egyetemi tanáromtól, meg kell tudni különböztetni annak, aki már járt valamilyen iskolába. Amit hallottam, az rendkívül biztató, csak én hozzá szoktam tenni, hogy ebbe igazuk legyen, a szavaik hitelesítéséhez a forrásokat mellé kell rendelni. És ezek a mellé rendelt források megjelennek, akkor lehet gondolkodni azon, hogy valóban jól hasznosul-e. Én úgy gondolom, és annak örülök annak a fölvetésnek, ahogy itt elhangzott, amit sokszor mondtunk, hogy nem lehet mindent fejleszteni még a kertészetben sem. Még a zöldséghajtatáson belül sem, vagy a szabadföldin. El kell dönteni, mik azok a területek, amit nemzeti, közösségi, vagy uniós forrásról, vagy bármilyen külső forrásból fejlesztési lehetőséggel is támogatni kell. Ez sajnos nem az a 60-70 zöldségfaj, amivel Magyarországon foglalkozunk, hanem belőle mondjuk 10 alatti. Tudom, hogy ez nagyon nehéz kérdés, de amíg ezt ki nem mondja valaki, addig a bármekkora fejlesztési forrás felhasználása az majdnem okszerűtlennek tűnik, mert olyan dolgokra is adunk ki pénzeket, ami teljesen versenyképtelen vagy értelmetlen. Erről kitűnően beszélt a Fruit Fab igazgatója, még a paprika kapcsán is, hogy hova kell sorolni magunkat Európában vagy a világon. Ha a fejlesztéseket nézzük, akkor itt ez a térség elől jár, hiszen az Árpád-berkein belül is hatalmas üvegházak vannak. Ilyenekre lennének szükség, hogyha a fejlesztés tekintetében gondolkodunk? Szentesen és a térségében. Mindenütt, ahol termálenergia van, ott a fedett felület alatti hasznosításra van szükség, és ahol még a termálvízen túl napfény, öntözési lehetőség és minden egyéb, amiről szoktunk szólni, rendelkezésre áll, és ki ne felejtsük bele a legfontosabbat, a hozzáértő embert, a szakmunkást, a vezetőt, az irányítót, aki az egészet szervezés végzi. Nagyon szép dolgok azok, amikor én hallom, hogy Nyírségben, Borsodban, Zalában és nem tudom hol, találtak egy-egy termálkutat, és mint csodát számol be róla a média, miközben mi itt, elmondtam, 55 esztendeje tudjuk Szentesen, azzal a kis 31 néhány kuttal a városban és térségén, hogy milyen hallatlan értékeket tud teremteni, megőrizni, és ezek nem világcsodák. Ezt csak okszerűen kell használni, mindig a helyi adottságnak megfelelően. Amikor úgy gondolkoznak a kertészek, akár Szentesen, akár az ország más részébe, hogy megnézzük, hogy mire van támogatás, és akkor pályázzak rá, én úgy gondolom, az ilyen forrás felhasználás legfőjebb 50%-ban lehet hatékony. Ha én tudom, hogy az én adottságom mire predesztinál engem, mire vagyok fölkészülve gazdaságilag, szakmailag, és ahhoz próbálok forrást keresni, akkor, és megtalálom azt a forrást, az a forrás legalább kétszeresen úgy hasznosul. Az elkövetkező időszakban több mint 100 000 tonnával szeretnék növelni a paprika mennyiségét, az értékesített paprika mennyiségét, ennek megtermelésében esetleg a szentesi térség is kiveheti részét? Voltak szebb időszakok, amikor ebben a Szentes térsége sokkal jobban kivette a részét, mint ma. Nem a fólia és üvegházi hajtatást értem alatta, hanem gondoljunk arra, amikor 100 hektáron pritamin paprikát termesztettünk, 100 hektárakon termeltünk úgynevezett TV-fehér étkezési paprikát, ceceinek vagy mindegy bogyisznak, minek neveztük. Én úgy gondolom, hogy az adottságunk megvan rá. Természetesen rendszerbe kell gondolkodni, rendszer elméletben kell gondolkodni. Az nem jó, hogy én elhatározom, hogy én paprikát fogok termelni, mondjuk Szentesen,
meg kell nézni, hogy mire van igény a piacon. Magyarország, hála Istennek, olyan helyen van, hogy a legnagyobb fölvevő piac, erről is szólt egy előadás, az Németország. Hozzánk elég közel van, és sokkal messzebbről szállítanak oda paprikát, Spanyolországból, Törökországból és másonnan, mint tőlünk, de nem csak paprikára, zöldségre is vonatkozik ez. Nekünk, kertészeknek sok mindenre van büszkélkedni okunk, szégyenkezni talán még többre. Az, hogy a paprika termesztésünk mai állapota itt tart, de nem akarom hozzá felsorolni a vöröshagymától a fokhagymáig, a fűszerpaprikától a káposztafélékig, hogy ebben mind-mind kiszorulunk a piacról, és főleg importtermékekkel helyettesítjük. Ez részben a mi hibánk, részben annak az irányításnak a hibája, aki ezt hagyta, amíg nem tudatosodik minden fogyasztóban. Hogyha magyar paprikát vesz, mondjuk szentesi paprikát, azzal egy szentesi család megélhetését is bizonyára segíti. Amikor megnézi, hogy hű, milyen spanyol, vagy milyen olasz, vagy milyen, nem tudom én, milyen nációból érkező terméket vesz le, akkor nem csak azt kell neki tudni, hogy az esetleg most fényesebb, nagyobb, hanem azt is kell tudni, hogy nemhogy nem segíti egy hazai kertész megélhetését, hanem direkt rontja az életesélyét. Egyre többen vesznek talán magyar paprikát? Hála Istennek van a vásárlóközönségnek ilyen rétege is, de legnagyobb sajnálatunkra is, nem biztos, hogy ő tehet róla, nagyon széles az a réteg, aki kizárólag az árcédulát tudja megnézni, és azt nem, hogy honnan származik a termék. A kormány az elvándorlást fontolgató fiatalok itthon maradásához többféle módon igyekszik kedvező feltételeket teremteni. Mindehhez itthoni és uniós forrásokból több 100 milliárd forint áll rendelkezésre. Többek között otthonteremtési programmal, családi és gyermekek után járó adókedvezményekkel, szociálpolitikai támogatásokkal, hátrányos helyzetű és pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának megkönnyítésével igyekeznek elősegíteni. Csupán ez utóbbi kezdeményezésre 110 milliárd forint jut, és általa eddig 37 ezer fiatal kapott támogatást. Beindult a 35 éven aluliak vállalkozását szányra bocsátó program, és ígéretes az 5 milliárd forinttal rajtoló, a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét javító többféle civil foglalkoztatási program is. Jelenleg is zajlik az új nemzedék ifjúsági kontaktpont hálózat kiépítése. Szeptember 1-től a vásárlók könnyebben ki tudják majd választani a boltokban a magyar vagy a hazai termékeket. Lejár ugyanis a tavaly elfogadott magyar termékrendeletben megfogalmazott türelmi idő, így csak azt lehet magyar terméknek nevezni, ami 100%-ban itthoni alapanyagot tartalmaz. A felmérések szerint a magyarok szívesen vesznek olyan élelmiszert, amely itthon termet vagy hazai gyártású. A magyar termékeket eddig azonban nem volt könnyű kiválasztani, mert arra is rá lehetett írni, hogy magyar, amelybe külföldi összetevők is kerültek. A gázfelhasználói berendezések, kazánok és más készülékek műszaki biztonsági felülvizsgálatát a jövőben a gázmérő cseréjekor kell elvégezni, ami egy normál fogyasztású lakásnál nem 5, hanem 10 évenkénti felülvizsgálatot jelent. A nemzetgazdasági miniszter rendeletét módosító tervezet pénteken jelent meg a kormány honlapján. Amennyiben a gázmérő fajlagos teljesítménye 6 köbméter feletti, akkor a gázmérő csere 5 évente esedékes, és ehhez idomul mindkét felülvizsgálat is. A rendelet eredetileg 4 lépcsőt állított fel a felülvizsgálat ütemezésére. Például a legöregebb 1981 előtt üzembe helyezett berendezések műszaki állapotát ez év végéig kell ellenőriztetni, míg a fiatal 2004 első napja után üzembe helyezett készülékeknél 2016 utolsó napja a határidő. A módosítás csak a legöregebb kategóriára állapít meg külön határidőt. Ezek tulajdonosai az év utolsó napjáig kötelesek bejelenteni a készüléket és a csatlakozó vezetéket a gázszolgáltatónál, aki a munkát 2014. szeptember 30-áig végezteti el. A feltárt hibákat jövő év utolsó napjáig kell kijavítatni.
Kedves nézőink, gazdasági magazinunk végére értünk. Jövő héten hétfőn ismét várom Önöket. Addig is gazdálkodjanak okosan. A viszontlátásra!